Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai, Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, Apámos, Alfeus fia Jakab, Tádé a kánoáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi. Kiválasztott 12-t, magához hívta őket, hatalmat adott nekik, és küldetést adott számukra, hogy menjenek az egész világra, és hirdessék az evangéliumot, az örömhírt, ami ebben a mondatban foglaltatik össze: elérkezett Isten országa, elérkezett a mennyek országa közünk a földre. A kiválasztás nem erkölcsi alapon történt. Nem hibátlan, erkölcsileg tiszta embereket választott ki magának Jézus a tanítványok közé. A kiválasztás alapja Isten oldaláról az ő szeretete, az emberek oldaláról pedig a hitre való készség, hogy készek-e és képesek-e hinni Jézus szavába, és ráhagyatkozni Jézus tanítására. Mi is kiválasztottak vagyunk, és meghívottak, akiknek Jézus szintén hatalmat adott. Ez a hatalom a keresztségünk pillanatában a miénk lett. Hatalmat kaptunk arra, hogy megvívjuk a szellemi harcot, a gonosszal szemben, a kísértés, a bűn ellen, és a kísértő, a gonosz ellen is. És hatalmat kaptunk arra, hogy tanúságot tegyünk a szavainkkal, az életünkkel, az örömhírről. Hatalmat kaptunk arra, hogy Isten országáról tegyünk tanúságot, hirdessük mi is az örömhírt, elérkezett Isten szeretet uralma. A tanúságtételünket a szeretetünk hitelesíti. Minél jobban betölt bennünket a szeretet, az Istentől kapott és Istenre és embertársaink felé irányuló szeretet, annál hitelesebbé válunk, annál igazabb lesz a tanúságtételünk. Arról ismerjenek fel titeket, mondja Jézus, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ahol Isten szeretetét megéljük egymás felé, ott már jelen van Isten szeretet uralma. És minél jobban betölt bennünket az ő irántunk való személyes szeretete, minél jobban uralja a gondolatainkat, a vágyainkat, a terveinket, az érzéseinket és a kapcsolatainkat Isten szeretete, annál teljesebben megjelenik Isten országának az igazsága, békéje és öröme a mi életünkben is. Köszönjük meg Istennek a kiválasztó szeretetét, hogy arra méltatott minket, hogy meghív a követői közé, mert nem csak a 12-t választotta ki, hanem a 72-t,
és a többieket is, minket is. Köszönjük meg ezt a kiválasztó szeretetet, és legyünk büszkék arra, hogy keresztények vagyunk. Szabad büszkének lenni arra, hogy én Krisztushoz tartozom, és ő kiválasztott engem, és ő az én életem ura, és ezzel a bizonyossággal éljük meg a hitünket, a reményünket, és a szeretetünket. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.